Az eseményen dr. Ökovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgató helyettese mondott megnyitó beszédet. Szó esett az egykori kecskeméti külső és belső boldogasszony kápolnáról, valamint a Mária és a Homoki kápolnáról. Bemutatták a kecskeméti pénzintézetek és a kecskeméti városháza történetét, valamint elmesélték, hogyan épült fel a Bajai Duna híd. A történelem szerelmeseinek bemutatták az őszi rózsás forradalom utáni Kecskemétet, és beszámoltak a Kiskunfélegyházi Konstantinum Leánynevelő Intézet énekkarának 1930-as évekbeli sikereiről. Szó esett a városi tömegközlekedés hajnaláról és az első világháborús délvidéki hősökről, akik a bajai zsidó fogolytáborokba kerültek 1944-ben.